Ezen a héten is egy fantasztikus műsorral készültünk önöknek. Csavarják fel a hangerőt, már is kezdünk. Így kell ezt csinálni. Cigány, bár
Mai vendégem Liszter Sándor. Köszöntelek nagyon sok szeretettel, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm a meghívást, és köszöntelek én is titeket. Köszönöm, hogy itt lehetek. Anno a Kimitu című énekes versenyben, megmérettetésben szereztél helyezést, mint táncdalénekes. Itt indult a pályád. Azóta viszont már elmentél egy teljesen más irányba, a cigány nóták világában. Láthatunk téged nap mint nap a zenei csatornákon. Hogy alakult ez így? Hát nagyon érdekes volt. Ugye hát kezdődött a pályám, és akkor jött a diszkókorszak, és a diszkókorszakban nagyon nehéz volt megélni még a lányoknak is, még a táncdal énekes lányoknak is. A fiúk hát nagyon keserves állapotba kerültek és helyzetbe, és azt javasolta nekem egyszer egy nagyon jó zenész, hogy te énekeld el nekem azt a cigány nótát, hogy rugga rigó verjedebla. Mondom, tessék. Hát én nem ismertem ezt a nótát, magát a műfajt sem nagyon ismertem, de hát akkor még fiatal kis bozontos fekete ördög voltam. A fizivizsgámban, fazonomban jól beleillett ez a világ, ez a zenei világ, és amikor ezt mégis megpróbáltam, elénekeltem, hát a közönségtől olyan tapsot kaptam, hogy én magam is meglepődtem. És akkor a következő nap újra megkértek engem, hogy te ezt a jó kis nótát énekeld már el. És azt vettem észre, hogy ezzel a roma, dögös, tüzes, temperamentumos formával engem jobban megtapsolnak, mint a tánzzallal. Na most én ezen elgondolkodtam. És akkor beszélgettünk róla kollégákkal, barátokkal, és akkor én kezdtem tudatosan utána már ebbe az irányba fordulni. És kezdtem utána nézni ilyen nótáknak, kezdtem utána nézni a külsőnek, a hozzátartozó egyéb szakmai dolgoknak, és amit észrevettem magam, már benne voltam. Kanadában énekeltem, cigánynótás meghívásom volt, és azon gondolkodtam, hogy úristen, nem régen még én táncolénekes voltam, és azt szerettem volna, hogy jazzet szerettem volna énekelni, de hát ugye ebben a dögös műfajban is megméretetni, hát azért nem volt semmi, és azt gondolom, hogy az hátam mögött lévő 40 év, az azt igazolja, hogy talán valamit megtanultam ebben a műfajban is. De ha jól értem, akkor az indítatás az volt, hogy így nagyobb sikered volt, nagyobb tapsot kaptál, nagyon szerette a közönség, egyedi voltál ebben a műfajban, és nem az motivált inkább, mert mondjuk te magad jobban érezted ebben a műfajban magad. Igen. Tulajdonképpen hát minden előadót motivál a siker. Mondjuk meg őszintén, én sem vagyok kivétel ez alól, de egyébként nem maradtam én hűtlen a táncdal műfajhoz sem. Imádom a sanzonokat, nagyon szeretem a swinget, és amikor én ugye élő közönség előtt dolgozok, lehetőleg, főleg amikor nagyon jó élő kísérettel, hiszen mi tudjuk azt, hogy miért egy élő kísérettel dolgozni, akkor az ember aztán kiteheti a lelkét, és azt megjutalmazza a közönség, és ezt nagyon jól csinálja még a mai napig is. A cigánynóta abba belefolytam, és ezt már nagyon csinálom. Táncosokkal dolgozok, az első percről kezdve, és
hát hogy is mondjam neked, néptáncosok avanzsálódtak mellém ugye ebbe a műfajba. Ez egy kicsit a rövidebb cigány, amit mi csinálunk. Ez azért van, mert amikor elkezdtem a pályámat, akkor a budapesti éjszakában kezdtem el dolgozni. A Moulin Rouge, a Savoy, a Maxim, a Tavasz, a Nirvana, stb. A régi kollégáim mit tudják. És tudod, ott az volt ugye a szokás, hogy az akkori világban stilizáltan egy nagy tánckar volt mindig a hátunk mögött, és akkor ha orosz képet csináltunk orosz ruhában, ha cigány képet cigány ruhában, és akkor ezt imádtam csinálni. Tehát nem echte néptáncos anyagot csináltunk, hanem egy kicsit rövűsített formában. Egy kicsit ezt magammal hoztam, és ez a látvány érdekel engem. Tehát én nagyon-nagyon szeretek a színpadon egy nagy látványt csinálni, élő látványt. Igen, ez abszolút vissza is jön, és látjuk, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetsz a show elemekre. És ez a te saját egyéni ötleted volt, ezt te találtad ki, hogy ez így kerek egész együtt, vagy esetleg ellested másoktól, tudom, hogy külföldön is nagyon sokat voltál, és hogy ott látod ezt, vagy ez a te saját ötleted volt? Hát az az igazság, hogy innen is és onnan is. Amikor én Amerikába kikerültem, akkor úgy vittek engem oda a menedzserek, hogy Liszter Sándor és show műsora. És akkor mondták a kinti szakemberek, hogy na, és milyen show-t csinálsz? Hát én mondtam, hogy Magyarországról jöttem, és ott egy nagyon szép show-t csináltam, és akkor mondták később, hogy na, hogy megnézzük azt a show-t. Na most ők az engem azért kiavítgattak, és megtanították, hogy az igazi show mitől show. A show-nak olyan elemei vannak, olyan show elemek vannak, amit nem lehet ugye kihagyni. Nagyon jól tudjuk, hogy egy nagy show műsorban a legfőbb show elemek, mit tudom én, ha gyerekszám van benne, ha tűz van benne, ha állatok vannak benne. A Balatonon csináltunk olyan nagy cigány show-t, olyan nagy cigánytábort, majdnem 20 évig bent az északi parton, hogy lóháton érkeztünk, szekerekkel, fáklyákkal, gyerektáncosokkal. És el tudod képzelni, hogy milyen volt az, amikor vágtában megérkezik egy ilyen ekhoz szekerekből álló karaván, és a bent élő közönség az teljesen ledermedt. Elájult. 20 évig csináltuk. És nekem minden táncosom kitűnően táncol, kitűnően lovagol, bocsánat. Hát akkor még én is kitűnően lovagoltam, ma már... Ma már annyira nem. Igen, ma már inkább a színpadon állva szeretek dolgozni. És te viszed az ének részét. És én viszem az ének részét, ami nem utolsó azért. Hiszen ez a szíve, igen. A lelke. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma, és ma is cigány nótákat hallunk tőled. Igen, remélem, hogy fog tetszeni a közönségnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Az előző a szuper volt, úgyhogy várunk vissza téged a színpadra. Köszönöm szépen. Köszönöm, parancsoljatok. Jaj, ne menj haza, csalóra,
mind a kettő unokát hozta haszna. Olyan az ő szeme, mint a sötét ég, az a fontos legyen mindig egészség. Olyan az ő szeme, mint a sötét ég, az a fontos legyen mindig egészség. Jaj, mindörökre itt lesznek veled. Egy jó új, majd elfeledted minden gondodat.
Reméljük, ebben a közösen eltöltött időben jól szórakoztak, és következő adásunkat is figyelemmel kísérik. Ma éjjel kirúgunk a hámból, ebből.